Követelik az ellenzéki pártok Pintér Sándor belügyminisztertől, hogy biztosítsa a magyar állampolgárok békés gyülekezéshez való jogát. Azután adta ki közös közleményt, hogy értesüléseik szerint a kormány érdekében provokátorok és idézem kétes elemek készülnek megzavarni a mai tüntetést. A belügyminisztérium erre szintén közleményben reagált. Azt írták, hogy a rendőrség pártbefolyástól mentesen látja a feladatait, minden törvényes eszközzel óvja és védi a közrendet. Az ellenzéki politikusokat felszólították, hogy működjenek együtt a rendőrséggel, és maguk is tartsák be Magyarország törvényeit. Most pedig újra kapcsoljuk a tüntetés helyszínét, tudósítottat Losonczy Gergelyt. Lehet arról bármit tudni, hogy a tüntetés után mit terveznek a tiltakozók? Hát hivatalosan ugye azt mondták, hogy 6 óráig tart a rendezvény, és ahogy itt lehet látni mögöttem az Alkotmány utcának ez a része, ez már kiürült, viszont a tüntetők egy része bement a Kossuth térre, ezt így tudjuk nagyjából megmutatni, remélem, hogy látszik itt mögöttem a parlament. Szóval a tüntetők egy része bement a Kossuth térre, a tüntetők egy másik része elvonult jobbra-balra, elvileg a szervezők azt mondták, hogy vége a demonstrációnak, és mindenkit arra kértek, hogy menjen haza békésen, de azt ugye láttuk az elmúlt napokban, hogy a tüntetők sokszor elkezdtek vonulni Budapest utcáin, a legtöbbször itt a Kossuth téren ért véget a rendezvény. Egyelőre hivatalosan nem tudni, hogy mi lesz. Hajnal Tamás, a Momentum alelnöke a tüntetés végén feltette a kérdést, hogy hova vonuljon a tömeg. Ebből lett az, hogy egyébként most a Kossuth térre mentek páran, de nem tudjuk még, hogy pontosan elindulnak-e valamerre, vagy itt maradnak. Gergő, ugyan most kicsit távolabb vagy a tömegtől, de nyilván előtte bent voltál a tömegben. Érezhető a feszültség a rendőrök és a tüntetők között? Tapasztaltál-e ilyesmit? Feszültség nem volt. A vonulás alatt legalábbis semmilyen feszültséget nem lehetett tapasztalni. A rendőrök végig biztosították egészen a Hősök terétől idáig a menetet, rendőri felvezetéssel jöttek a demonstrálók. Most viszont ugye már azt lehetett olvasni itt a híradásokban, hogy amikor bementek a tüntetők a Kossuth térre, ott már volt atrocitás, valakit ki is emeltek a tömegből, de hogy pontosan mi történt, azt még mi sem tudjuk pontosan. Az biztos, hogy nagyon nagy a rendőrségi készültség városszerte, ez már kora délután is így volt, és itt a környező utcákban is számtalan rendőrautót és rengeteg rendőrt lehetett látni, úgyhogy nagyon nagy a rendőri biztosítás. Köszönjük a tudósítást!